Shannon Kenealy nagyon szereti részmunkaidős pincérnői állását. Élvezi munkáját. A munkatársaim szerint nem vagyok normális. Azért dolgozol, mert élvezed. Régebben ugyanez volt a helyzet Shannon és férje esetében is. A házasságuk első 12 évében fizetéstől fizetésig éltek, és nevelték gyermekeiket. Sokat dolgoztak, de rosszul kezelték a pénzt. Vettünk autót, és fizettük a részleteit. Ha volt hitelkártyánk, akkor minden pénzt elköltöttünk róla. Ez nagy terhet rótt a családra. Sokszor láttam őt sírni. Ez nagyon nehéz volt. Folyamatosan beteg voltam. Ideges voltam, aggódtam amiatt, hogy tudunk-e majd ételt venni, vagy hogy nem kapcsolják-e ki az áramot. Aztán találkoztak egy keresztény pénzügyi tanácsadóval. A pár megtanulta, hogyan tervezze meg költségvetését, és megértette a tizedfizetés fontosságát. Tudtam, hogy a 10% Istené, de ezen a területen sokat üzleteltem Istennel. Azt mondtam, Istenem, ezen a héten megvan a pénz, beviszem a gyülekezetbe. Máskor pedig, hogy most a villanyszámla következik. Ám rájöttek, hogy fordítva működnek a dolgok. Ha nem az Urat helyezzük az első helyre, akkor bizony szétesnek a dolgok. A pár rendszeres tizedfizetővé vált, ragaszkodtak a költségvetésükhöz, és fél éven belül teljesen visszafizették adósságaikat. A fű zöldebb lett, az ég kékebb, az élet pedig sokkal jobb. A párnak több pénze maradt, így CBN partnerek lettek. Az az egészséges, ha adakozunk. Én nem tudom, kinek kell segíteni, de jó támogatni egy olyan csapatot, akik tudják. Később, amikor a pár egy váratlan 3000 dolláros javítási költséggel szembesült, Shannon imatámogatást kért a CBN-től áttörésért. Egy héttel később Frank találkozott a főnökével. Igen, jelentős fizetésemelést kaptam. Másnap pedig, amikor munkába mentem, a főnököm megkérdezte, mit szólnék egy előléptetéshez. Két napon belül Franknek felemelték a fizetését és előléptették. Így Shannon már részmunkaidőben teheti, amit szeret, és több időt tölthet gyerekeikkel. A férjem fizetése elegendő, hogy kifizessünk mindent. Szerintük mindez a pénzkezelés bibliai alapelveinek megtartása miatt van, és azért, mert adakoznak Isten munkája számára. Nagyon felszabadító, hogy nincs az állandó stressz az anyagiak miatt. Úgy gondolom, jobban tesszük, ha azt csináljuk, amit Isten mond. Pénzügyileg is sikeresebbek leszünk, ha azt csináljuk, amit Isten akar. Áldottak leszünk.